Újabb telephellyel bővült a segítséggel élők otthona. Ez év szeptember 1-től ugyanis a Dorogi utca elején egy támogatott lakhatás biztosító otthon tudtak kialakítani. Mint ismeretes, a segítséggel élők otthonainak célja az, hogy azok a felnőtt korú, értelmileg akadályozott személyek, akik többnyire szülők nélkül gyermekvédelmi gondoskodásban nőttek fel, megfelelő ellátásban részesüljenek. Megint szükség lett egy újabb támogatott lakhatásra, mert a Hajdúböszörményi Radnóti iskolából 4-5 gyerek ballagott el, és ugye a ballagás után fel kellett őket vennünk, vagyis hát ígéretet tettünk már évek óta, hogy felvesszük őket, és így, mivel ugye nálunk nincsen olyan, hogy megüresedett férőhely, így csak ebbe gondolkodhatunk, hogy megújulunk, bővülünk. A Tigáz ZRT szerette volna az ingatlanát, de már 5 éve nem tudta értékesíteni, és felhívtuk őket, és bérbe adták nekünk. Úgyhogy jelenleg bérleti szerződés útján végül is 2017. szeptember 1-től van működési engedélyünk. Az épület belső tereit igyekeztek úgy kialakítani, hogy megfeleljenek az igényeiknek. Ebben az épületben 11 főre kaptunk engedélyt, 5 kétágyas szobánk van, és 1-1 ágyas szoba. És így 11 fő ellátására alkalmas hely ez is, ami éppen ideális egy ilyen támogatott lakhatásnak a működtetésére. A történethez hozzátartozik, hogy az otthon eredetileg egy másik ingatlant vásárolt meg, de bizonyos okok miatt azt eddig nem vehették birtokba. A másik függőben lévő telephely az volt előbb, de mivel a sztárvelezésen vettük, és nem költözött ki a volt lakó, ezért kellett gyorsan lépnünk a bérleti szerződéssel, és most a sós iróniája folytán éppen azt is most vettük birtokba egy hete. Tehát most annak körülbelül egy fél év, egy év, mire rendbe rakjuk, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül a Tigáz ZRT-vel a további üzlet, és úgy néz ki, mert éppen a hetekben volt kint a Tigáz ZRT-nek a vezérigazgatója, hogy ők jobban szeretnék, hogyha megvennénk, és több mint valószínű, hogy egy elfogadható áron a havi törlesztő részlettel betudva, ez az ingatlan is az alapítvány tulajdona lehet. Elgondolkodtató ez a történet, hiszen a helyi segítséggel élők otthona alig több mint 10 esztendő alatt fejlődött ennyit. Valóban ekkora szükség van ezekre az intézményekre? Sajnos igen. Ekkora hatalmas az igény. Jelenleg is 17 sorban állónk van, de természetesen inkább az a gond, hogy nagy a rész, bentlakásos intézmény 24 órás ápolásgondozást igényelnének, és a támogatott lakhatás is bentlakásos intézmény, de nyilván ide inkább egy önállóbb, egy sokkal enyhében sérült betegek céljára van úgymond kitalálva. Tehát ők tudnak ebben érvényesülni, hogy egy városközpontban önállóan közlekedve, munkahelyre eljárva, és ugye a Malomi úti intézményi központunkba látjuk el a háromszori élelmezéssel őket, meg hát egyébként minden segítséget ott kapnak meg a további életvitelükhöz. Hogy ez mennyire így van, azt egy a közelmúltban lezajlott esemény is bizonyítja, amely óriási élmény volt az otthon lakók számára. Igazi lakodalmat ülhetett, nem is egy, hanem egyszerre 7 pár. Nekik erre is ugyanúgy esélyt kell adni, és mi így próbáltuk ezt az esélyt megadni, hogy lényegében a falusi lakodalmassal megegyező tyúk, az üstbefőtt, a töltött káposzta, az üstbefőtt, sült tyúk, hidegtálat, tehát aranygaluska, 4 emeletes mennyasszony torta, ott nem maradjon a hűtőbe. Emeletes torta egy rendezvényen ott maradt a hűtőbe, és hogy megéljék azt a lakodalmas rendezvényt, ahova ők nem igazán vannak hívva. Tudjuk, hogy az ellátottaink 80-90%-a anyátlan, apátlan árva. Tehát nincsen szülő, nincs apa, aki oda vezesse a mennyasszonyt az oltárhoz. Csak mi vagyunk, és mi megpróbáljuk ezt a
kis varázslatot megvalósítani, hogy úgy élhessék meg ezt a dolgot, mint ahogy kint a privát életbe megélik a felnőtt emberek. Ki jelenti-e ön, Rács Anikó, hogy az itt jelenlévő Terdi Katillával házasságot? Igen. Ki jelenti-e ön, Ötvös Zoltán, hogy az itt jelenlévő Salát Viktóriával házasságot köt? Igen. Igen. Köszönöm. Ki jelenti-e ön, Fejér Zsigmond, hogy az itt jelenlévő Zeke Tímeával házasságot köt? Igen. Köszönöm. A Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Tapsolni lehet. Már régóta az ellátottak szerettek volna mindig megélni a nősülés, illetve a férhez menetelnek a varázsát, és ugye ez már évek óta érlelődik, és ezzel a rendezvénnyel végül is szerintem ők 100%-ban megélték ennek a lagzizásnak az élményét, ez volt a cél. Egyébként több ellátott komolyan vette a dolgot, sokkal jobban viselkedik, felnőttesebben, tehát volt ennek egy nevelő célzata is, hogy igenis, hogyha ők akarnak valamit, akkor elérhetik, de egyébként nagyon jó érezték magukat, nagyon jó kis lagzi volt, és ugye ezzel teljesült minden vágyuk, amit azért nem sok intézmény tud biztosítani, és ezzel is azt akartuk megmutatni, hogy a miénk más, mint a többi. Ez a lagzi örök életre szóló élmény marad az ellátottaknak, amit még tetéztek a NASZ ajándékok is, például egy igazi NASZ-utas üdülési lehetőség. Bogácsra valóban jó pár napig teljes ellátással elmehetnek úgymond nyaralni, vagy telelni, vagy wellness hétvégeire, tehát egy igazi nászutat kaptak ajándékba. A még amellett nagyon sok értékes ajándékot, plédeket, ágyneműket, értékes ajándékdobozokat, tehát nagyon-nagyon sok-sok igazi nász ajándékokat is kaptak. Eladom a mennyasszony, el kell venni, nem kell hagyni. A lakodalmi percek után térjünk vissza a dolgos hétköznapok világába, hiszen az otthon lakóinak nagy többsége dolgozik, munkaviszonya van, önálló keresettel rendelkezik, és ez óriási dolog számukra. Ami a legfontosabb, ami a civileknek is nem mindenkinek adatik meg, hogy dolgozunk. Tehát nagyon-nagyon sok, 90%-ban az ellátottainknak munkaviszonya van. A Krekinfónál hordják a szórólapokat, ugye a Penit, ezeket a napi lapokat, vagy napi hirdetőlapokat, akkor kint a kézműiparban is járnak dolgozni, a startprogramban is dolgoznak. Lényegében az ellátottainknak 90%-a dolgozik, és ez a fejlődés, ez végül is ennek a munkának az eredménye. Mert hogyha ez a munkalehetőség nem lenne, akkor nyilván a bevételeink is kevesebb, beklennének, és mi csak ezekre a bevételekre számolhatunk, amiért megdolgozunk, és amiből ugye az ellátott is térítési díjat fizet. A hajdonállási segítséggel élők otthona az elmúlt 10 év alatt nem csak telephelyekkel gyarapodott, hanem munkahelyeket is teremtett. Minden támogatott lakhatás egy újabb munkaerő igényt jelent, és ez körülbelül 3 fő, úgyhogy jelenleg már 12 fő munkahelyet teremtettünk. Az intézményben folyó munkát a szakma is elismeri, és mint jó gyakorlatot ajánlják más hasonló otthonoknak, vagy éppen leendő otthonoknak. A debreceni hatóságok már nagyon sok esetben hozzánk közvetítik a ilyen intézményt megvalósítani akaró, szándékozó klienseket, hogy tőlünk vegyenek példát. Tehát mi vagyunk a precedens, úgymond, hogy hozzánk jöjjenek tanácsért. Nagyon szép és tiszteletre méltó mindaz, amit eddig elértek, de azért nem egészen kerek a történet, hiszen évek óta keresik az alkalmat, hogy egy napközi otthont is tudjanak létrehozni. A Malom utcán elkezdtünk egy farmgazdaságot építeni, ami már olyan félig kész állapotban van, és ahhoz, hogy ez a 3, illetve a jövőbeni 4 támogatott lakhatás jól működjön, nagyon nagy szükségünk lenne egy nappali ellátó. Tehát ahol
a nappal a 4 támogatott lakhatás össze tud gyűlni, és végül is ott közösen, akár a farmgazdálkodást, ahonnan el tudnak járni dolgozni, ahonnan vissza tudnak járni ebédelni, mert ez a kis bentlakásos intézményünk ezt már nagyon kinőtte. És ehhez a napközi, úgymond ez a napközi le is van nekünk, egy jogerős építési engedélyünk a Malom utcán, csak ugye egy ördögi kör, hogy befogadást nem kapunk, illetve nem tudunk pályázni, de ebben majd az önkormányzat segítségét szeretnénk kérni, mert közösen valószínű, hogy sikerülne.